Ma az orszőrömet is megnyírtam, úgy felkészültem. Hajas Lacitól kaptam ilyen digitális orszőrnyírót, és fület is, csak ott nem mindig látom, tehát jó fénybe kell tenni, és most az összes haveromat rábeszélem orszőrnyíróra, mert egyetemi professzor barátaim is vannak, és a cserpákból olyan erdő lóg ki, hogy belelóg a beteg tüdejébe, amit operál, és mondtam, hát egyetemi tanár vagy apám, hát nem lehet ilyen erdővel és ilyen bozonttal indulni. Hölgyeim és uraim, amint ígértük, ma este is lesz stand-up comedy, magyarán szólva állj ki és mesélj. Bemutatjuk önöknek a műfaj egyik legfiatalabb humoristáját, akivel minden bizonnyal a jövőben még sokat fognak találkozni. A Sóder színpadán Kis Ádám! Hölgyeim és uraim, az esti Sóder stand-up színpadán ez a Sóder Club a jövő sztárjaival. Fogadják szeretettel Kis Ádám! Köszöntök szépen mindenkit, köszönöm szépen. Hát ez a legideálisabb helyszín stand-up comedy-re, azt szokták mondani. Egyszer engem elhívtak egy bárba, ez már gyanús volt, fel kellene lépni. A bejáratnál, nem ruhába, testfestésben, négy ekkora mellűnő várt, hogy hát itt lenne a produkció. Mondom, ez remek, de tudunk valamit? Azt mondja, lesz egy műsorszám, leszel te, műsorszám megint te. Nem eresztem bőlére, két csaj, 20 perc újastály. Te egymást egy színpadon, majd Kis Ádám. Hát ott legyél vicces, csak egy 60 álló ember tényleg. 3 percig küzdködtem, és bekiabál egy 50-ös öreg úr, vetkőz! Aktuális hírei következnek, ahogy a világot látom. Bulvárhír, minap olvastam, Görög Zita lefogyott 20 kilót. Kit érdekel? Mikor hízott meg? Ja, szült! 18 kilós a gyerek? Kérdem én. De ha én információt kapok, én negatív információkat is szeretnék kapni. Ilyen címlapokat szeretnék. Lagzi Lajcsi egész éjszaka fosott. Tehát, hogy jöjjön át ez is! El is kell! Paudis Béla felszedett 25 dekát, vagy valamilyen. Hallottam a tévében, ilyen nyereményjáték, azt mondta a műsorvezető, ha most ön betelefonál, nyerhet egy csokoládé pakolással egybekötött wellness hétvégét. Elképzeltem jelen gazdasági helyzetben ez hogy megy, Kis Ádám Magyarország betelefonál, megnyerem, elvisznek Zalakarosra, négyen gyúrják a hátamat, 20 perc múlva benyit egy munkatárs, jó napot kívánok, megérkezett a két kamion belga csoki, ki kéne pakolni, de kurva gyorsan. Tűzött az autópályán, szilveszterkor jövök haza, tejköd, semmit nem látok, tej, 20-szal így döcögök, 3 órája, a messzi távolban egy piros fény. Hát gondoltam, valami baleset van, vagy tűzoltó, vagy rendőr, odaérek, üzenőfal, mint az ilyen, mi van kiírva, köd! Jó lesz vigyázni! Autópályára jut eszembe, lesz a motorosoknak is autópálya matrica. Hova ragasztja a szerencsétlen Pexire? Ha kétszer lemegy Balatonfüred, az betelt az egész. Nem értem. Jön a Rolling Stones, itt jut eszembe. Van Lánchíd rádiónk. Hallotta már valaki? Én először azt hittem, csak a Lánchídon lehet fogni. Tehát, hogy az ekkora lenne, hogy mész a körforgónál, bekanyarolt, don't change my heart, és vége. Tehát, nincs tovább. Jön a Rolling Stones. Azt mondják, amikor kis koncert van, nem lehet megnyitni a felső karé, gyerekek, életveszélyes. Jön a Rolling Stones, gyerekek, nyissuk meg! Tényleg. Nyissuk meg, jön a Rolling Stones. Én már nem fogom őket még egyszer látni, valószínű annyira öregek, én annak is örülnék, ha július 20-ig elélnének. Tehát, hogy akkor megérkeznének, de mindegy, hát. Az EB-ről egy mondat, biztos információból, nem nyertük meg az EB-t, ezt mindenki tudja, biztos információból tudom, a 2008-as Magyar Bajnokságot mi rendezzük. Az a milyen. 4-es metró. Ha olyan már, mint a feltámadás. Tehát, hogy így beszélik. Vannak emberek, akik így... Hallottátok? Lesz valami ilyesmi. 4-es metró. Demszi Gábor, hát egy szóban össze tudnám foglalni a város jelenlegi helyzetét. Feltúrtuk. Kész.
Tudják, hogy hívják a fúró pajzsot BKV szakzsargonnal? Lyukasztó. Ezt én találtam ki. Mindegy. Bedolgozok a produkcióba, mondhatom, hogy hazai pályán vagyok picit. Volt karácsonykor egy céges partink, erről egy-két kulisszatitkot megosztanék, tehát hogy találkozásaim sztárokkal. Én erre a céges partira jó hangulatba érkeztem, ez 6 ájszert jelent. Van egy különleges italom, amit én fogyasztok, Diesel, ez a neve, nem tudom ki ismeri, kóla sör összeöntve. Megérkeztem a bulira, azonnal kértem egy Dieselt, a messzi távolban megláttam Sóbert Norbertet, megfogta Réka a hasamat, azt mondja, van itt zsír, hát mondom, őt ki kérdezte. Norbihoz jöttem. Azt mondta Norbi, ez a legrosszabb kombináció, amiről valaha hallottam. Hát mondom, haver, lehet, hogy te fogsz forgolódni éjszaka, én biztos, hogy nem. Megláttam Zalatnai Cinit, mondtam, pénztárcára, eszágra azért figyeljünk, tehát sose lehet tudni, érted? És ott volt a barátja Delusa Johnny, neki csak annyit mondtam, Nikápe Szeri Menó. A csávó 40 éve ezzel a mondattal él, tényleg, tehát ez zseniális. A buli végén elkezdtem beszélgetni Pálfi Istvánnal, MTV híradós, és egy olyan 3 perce beszélgetünk, rájött, hogy én ilyen humor vonalon mozgok. Azt mondja, olyan fáradt vagyok, nem mondaná egy viccet? Hát az út útépítőnek sem mondják, hogy gyorsan egy 4 méter autópályát ide. Mondom, csak úgy tudtam visszavágni, nem tudok viccet mondani, de nem láttam ma a híradót, Pálfi úr. Mondaná egy hírt? És szegény ember ott küzd, hogy Miskolcon egy kórházat, így rám néz, 2 ember utazik a vonaton. Tehát nincsen hír, nincsen vicc, kész. Így alakult a karácsony, én karácsonykor duplán szívok, mert Ádám, és december 24, tehát egy napon van a névnap és a karácsony, ez feldolgozhatatlan. Tehát olyan, mintha egy napon lenne a temetésed és az esküvőd. Tehát, hogy bárkit felhívok, megiszunk egy sört négy napon, hülye vagy, szent teste vazert. És jönnek a messziről nem látott rokonok, egy nagy ajándékot vettünk Ádámka. Névnap, karácsony! Elképzelni nem tudom, milyen egy névnap karácsonyfa nélkül. Nem tudom. Milyen egy karácsony névnap nélkül, nem tudom. Mondtam anyának, anya, könyörgöm, egyszer nyáron tartsuk már meg a névnapomat. Azt mondta anya, jól van kisfiam, legyen neked karácsony. Csak azt ne. Magamról akkor néhány szót. Külkereskedelmi főiskolára járok, hát 4 éves vagyok, probléma annyi, hogy 3 éves a főiskola, tehát van egy kis desszert íze, mert ők már annyira kiszeretnének rúgni, meg annyira ott szeretnék megmaradni. Na most volt egyszer, 6-szor megbuktam matematika szigorlaton, és azt mondták, Ádámka, elfogytak a lehetőségek, nincs tovább, vagy írsz egy dékáni méltányossági engedélyt, és akkor az igazgató úr elolvassa, talán elmehetsz még egyszer. Én egy olyan szívhez szóló, 4 oldalas levelet írtam, hogy egy zsepit így oda tűztem a végén, ha ne adj Isten, elérzékenyülne a dékán úr, oda tűztem. Annyit mondanék, 56 Trianon benne volt a levélben. Vízeres a lábam, vizes a tüdőm, csak mehessek még egyszer. Anyukám kiabál a konyhából, írd bele, hogy én meg iszok és nyerőgépezek. Kösz, anya! Hát szociális helyzet alól tekintettel elmehettem még egyszer. 51 ponttól 2-es, 51 pontom lett. Hát konfettizápor, tűzjáték, minden volt a matek tanszéken, tehát Ádámkának sikerült. Volt egy olyan feladat, A-tól G pontig így be kellett helyezni a koordinátorrendszerbe a pontokat. 400 ember előtt felúlít egy kis hölgy. Tanár úr, nincs meg a G pontom. Tanár úr, enyhén emelt egyet az acskón. Hát, vizsga végén megkeressük tényleg. Tehát nem tartozik a maradék 399 emberre. Egyébként ez az első olyan oktatási intézmény életem során, ahol nem köszön vissza a családtagom, mert én tanárgyerek vagyok. De annyira durván apa, anya, mindenki tanár. Annyival súlyosbították a helyzetet, a saját anyám volt a történelem tanárom gímében 4 évig. Tesóm azért tanul pszichológusnak, hogy én ezt fel tudjam dolgozni. Ez így van. Lediplomázott, sikerrel túl vagyunk a problémán. Az, hogy anyával kezdődik a töri óra, ez így vicces egy szempontból. Tehát az, hogy úgy jelentkeztem, hogy anya, azt az osztály szeptemberben feldolgozta tényleg. Tehát ezzel nem volt gond. Hát otthon persze tanárnőnek hívtam, de ez már a mi dolgunk. Elmegyek iskolába, mint egy ember, hátizsák a hátamon,
osztálytársak az ajtóba megállítanak 18-an. Álljál meg! Itt van anyukád? Írunk? Nem tudom, meg apád hol dolgozik? Azt mondja, a MÁV-nál. Na, Füzesabony felé mikor van csatlakozás? Nem tudta. Kész. Egyszer szemét voltam, ellottam a témazáró kérdéseket. A csoport 5 kérdés, B csoport 5 kérdés. 100 forint elájultam darabját. Tehát 3-88-ig így a terem előtt. Tanárgyerek nagyon néz, van nála valami, ezt mondanám, van nála valami. Hát 4,97 lett az osztályátlan. Anya nem hülye, én meg feltűnően gazdag lettem otthon, tehát így. Onnantól kezdve úgy írtunk témazárót, hogy a helyszínen lett kitalálva a kérdés, és Ádámkára emlékeztünk jó hangulatban. Köszönjük, köszönjük. Egyszer matek órán, még mindig gimibe vagyunk, 40 percig stand-upoltam a táblánál, csak akkor még nem így hívtam. Teleírtam az egész táblát, tanárnő azt mondta, ügyes vagy, üljél le. Tanárnő, hát 40 percig küszkörök, egy erőset hakniztam, mondhatnánk, egy ötös, kielégítene. Azt mondja a tanárnő, majd kielégítelek én egy karóval. Nem kell a balhé, én tudom mi az a karó. Nekünk van pincénk Tokajhegy alján, csak nagyapa az egyetlen termelő és fogyasztó. És itt be is zárult a kör. Nem jut ki bor. Ahogy Balógyai mondaná, 100%-os a feldolgozottság, de tényleg. Köszönöm. Nagyapáról egy gondolat, a mai napig váltig állítja, Karamella nyerte a Megasztár fiam. Nem kötekszem. Karamella volt az, kész. Gimiben még mindig visszaugranék egy picit, volt két hülye osztálytársam, Gál Peti és Rácz Gabi. Ők az első padba ültek, és folyamatosan szivatták egymást, de 4 éven át folyamatosan, és is trigulázva ment, hogy kiszivat jobban kit. A kedvenc történetemet elmondanám, Peti kiállt a táblához felelni földrajzból, Rácz Gabi a padból súgott neki, jó szándékkal, de rosszat. Tehát ez a legszebb, hogy Peti úgy bízik. Volt még Bulgária volt még, meg Románia, meg Lambéria. Nem volt természetes tanárnő mosolya azért. Legkeményebb találkozása Gál Petinek és osztályfőnöknek nyelvtanórán esett meg, és most picit vulgáris leszek, de megköveteli a történet. Második osztály gimnázium. Azt mondja osztályfőnök, mondj egy megszemélyesítést, fiam. Peti feláll, meg az áram. De ezzel a hatásszünettel, és mi 30-an nem tudtuk, hogy most lehet-e röhögni, vagy nem lehet, vagy ilyenkor mi van, és ebben nem ez a vicc, tanárnő fanatizmusa. Azt mondja a tanárnő, nyelvtanilag helyes. Kész. Van egy autóm, igazi survivor az életem, mondhatjuk, mert egy jugóskáláról beszélünk most, tehát autó, hát jugóskála, 100 000 forintért vásároltam, beceneve Jézus, várjál, 3 nap kell neki még feltámad, de ha feltámad, röpül, mint a sóhaj. Küzdök a Hungárián, erősen, szomszéd sávba, 7-es BMW, nagyon fekete BMW, fehér úriemberre. Nem indexel, csak így, ő átjön, érted? Hát minek egy 20 milliós autón indexelni? Mi úgy megijedtünk Jézuskával, hogy ő ezt hogy gondolja, hogy annyira felhevültem, hogy kikiabáltam az ablakon, menj már innen a szaroddal. És így leesett. Hát annyira komolytalan volt a csávó, is elrögte magát, tehát laza 23 millió van a két autó között, de az a 2 másodperc, amíg elmosolyodott, addig elindult a meleghúgy a lábam szárán. Meghaltam, újjászülettem. Én autóba többet nem ülök. Jézus eladó. Tehát, ha ennél jobb helyre közé se tehetném lényegében. Rajta vagyunk az interneten is. És hát ilyen szombat és vasárnap 4:30 és 5 között hívogatnak. Hát 150 éves emberek. De annyira korán reggel, hogy én akkor még nem tudok kommunikálni. És így csörög a telefon és felveszem, jó napot kívánok, a autó után érdeklődnék. Azt szeretném megkérdezni, hogy az alja milyen.
Hát mondom, van neki. Tehát, hogy így korán reggel ezt nem tudnám megmondani, mert a fiam nekem itt kinyomtatta a internetet. Bácsinál már ki volt nyomtatva az internet. Kész, mondom, én nem is kötekszek tovább. Hát segítséget nyújtanék az ilyeneknek. SOS, bajban van a magyar foci, és ott jár a főnököt, reszeli SOS István. Hát ennél szebb nincs a világon. Haveromat kérdeztük, minek a rövidítése SOS, azt mondta, segítség, ó, segítség. Tehát érezzük át. Anyukám nem csak történelem, de német tanár is. Van német táskája. Hát annál nincs viccesebb a világon. Tehát amikor hazajön, anya, és szomorú vagyok, add ide a német táskát, tényleg. Tehát olyan kezdő német dolgozatok vannak benne, sírva röhögök 3 hétig. Tehát első feladat, kezdő német dolgozatról beszélünk, helyettesítse be a 3 névelő közül az egyiket. Der, die, oder, das. Az oder az a vagy, az angolosoknak mondom, első bejtesítés, odert is. Kész. Megoldja, érted? Hát arra ki sem térek, viált bizdú, mondatfordítás, hogy vagy öreg, erre ki sem térek. Mondatfordítás, le van írva németül, írd alá magyarul, ich lade Silvia ein. Meghívom Szilviát, mert ein lade meghívni csak így külön válik. Mit ír le a magyar csávó? Ich lade Silvia ein, van egy láda Szilvám. Hát ennél... Láda, Szilva. Ajn, egy, kész. 2006 Magyarország, fekszek a hajdúszoboszlói strandfürdőn, most mindenki kapaszkodjon bele valakiben. Azt mondta a hangos bemondó, Achtung, elveszett egy német kisfiú. Megmagyarázhatatlan, tehát Magyarország, tényleg, mi gyulladt ki? A vízágyú, annyira szép. Magyarország. És milyenek a magyar fiatalok? Leesett? A poén, ahogy Bödöcs mondaná. Luanda, jól vagy? Fontos azért, még szükség van rád. Egy szórakozó helyen ráfordulok egy hölgyre, ismerkedés céljából. Szia, iszol valamit? Azt mondja, nem iszok semmit. Már úgy be vagyok baszcsizva. Hát ezt én nem ismerem. Ne van baszcsizva, érted? Ne van baszcsizva. Az, hogy én a fütyülős barackpálinkát fütyinek rövidítem, az még oké. Okay. Átadnám a barátom legnagyobb csajozós dumáját, és megköszönöm a figyelmet. Szórakozó helyen oda ment a hölgyhöz. Szia! Lefeküdnél velem 10 000-ért? Hülye vagy, mit képzelsz magadról? Mire a haverom? Kár, kellett volna a pénz. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, gratulálok, hajrá! Most némi kis reklámot iktatunk be, és utána következik Malacka és a Tahó. Kis Ádám, még egyszer köszönöm!